Sziasztok! Ahogy az előző videóban hallhattátok, hogy küldtek Attilának egy csomagot. Én most értem vele haza. Itt van a csomag a kezembe. Attila itthon van. Én mentem el a csomagért, úgyhogy kíváncsian várom, hogy milyen arcot fog vágni, mert nem nagyon szereti a meglepetéseket. Úgyhogy hát figyeljétek. Szia, szívem! Hello! Hoztam neked valamit. Neked? Neked. Mit? Hát, kaptál egy csomagot. Igen? Igen. Milyen csomagot? Hát, kitől kaptad? Na? Anikó és Sándor. Na? De mire kaptam a csomagot? Tudom. Várj, akkor előveszem a bicskám, azt ki kell bontani. Mert ugye nálam zsebben van a bicska mindig. Várj egy picit, elveszem a telefonodat. Néztem a tévét, már azt hittem most indul a Mónika show. Az jó. Na, mondhatod, kicsim. De várjál, elrakom most már címkét, mert... Nem baj? De miért kaptam én ezt a csomagot? Várj egy picit. Nem tudom. Nem tudom, hogy menjek. Tudom, hogy merjem kubontani. Hát, hogy szépen óvatosan. Várja. Közben én lehalkítom a tévét is. De miért kaptam én ezt? Hát, nem tudom. Nem bírom kibontani. Lány a zavarodban vagy? Nem vagyok zavarban. Csak nem akarom szét. Biztos, hogy itt nyílik. Itt nyílik. Nem vagyok zavarban, csak... Valami turpiság van itt. Nincsen! Hát nem szoktam így csomagot kapni. Hát nem szoktál. Mondjuk annyi turpiság volt, hogy nem szóltam, hogy jött a postára egy csomagod. Igen? Igen, hogy kaptam egy értesítőt, azt nem mondtam neked. Mondjuk ki. Hát! Gyere! Gyere, elrakom. Utólag is. Van egy levél is hozzá. Na, hát ezt neked föl kell olvasni. Hangosan. Igen, igen. Kedves Attila. Na? Kicsit megkésve, de fogad tőlünk szeretettel ezt a kis apróságot születésnapod alkalmából. Reméljük legalább annyira fog tetszeni, mint amilyen szeretettel küldtük. Maradj még, vagy 100 évig ugyanilyen. Vidám üdvözletet Anikó és Sanyi. De ez az első szó, ez mi? Ez itt. Bár kicsit. Bár kicsit ja, megkésve. Jaj, nincs megkésve. Segítesz? Igen, hát azt vedd ki, ezt én elveszem. És megint bontsuk. De nem kellett volna. Ha már küldtétek, akkor kibontom. De... Ha van gondom, nem mondom. Várjál, azt mondja, hogy... Hát ez Anikó csomagolta. Nagyon szakszerűen van becsomagolva. Igen, nagyon szép. Még én sem tudok így csomagolni.
Na. Várjál. Még itt is le van. Hú, nagyon precízen van leragasztva. Lehet, hogy bénán bontom, de azért ne haragudjatok rám. Nem szoktam minden nap csomagot bontani. Még itt is le kell. Na, meg lesz. Komolyan mondom, nagyon precízen be van csomagolva. A dobozra vigyázok. Hát, ha még szükség lesz rá. Bedobjuk a dobozba, jó? Jó. Meg azokat is, jó? Ne, a levelet, levelet azt nem. Azt én kérem. Ezeket berakjuk a dobozba. A címet sem. Ezt a címet majd külön. Igen. Na, de jó. Igen. Na, most lesz benne még kisebb doboz is. Jó. Várjunk, azt mondja, hogy nem kell már. Ezt mondja, várj. Még azt, ezt így a van. Részét. Így. Ja, ezt nem kell. Hiha. Ez valami távirányító? Igen. Hűha. Majd mindjárt ez már valami. Hű, ezt nem is tudom, hogy micsoda. Azt mondja, hogy ez van. Kell, kell olvasnom. Aha, nagyjából már sejtem. Te tudod mennyi? Nem. Ebbe kell majd belerakni valamit. Elemet? Várja, hogy van ez, jön ezzel majd össze. Várjatok már. Ebbe is van valami. Igen, bontsd ki. Hát én most nem tudom kibontani, kicsim. Jó. Várjatok. Meg amúgy is, ezt te kaptad, ezt neked kell kibontani. Igen. Szerintem az való ebbe bele. Igen, igen, csak hogy én ezt kézzel megfoghatom, mert szerintem ezt... Aha. Na mi van ráírva? John Deere. És gondolom, hogy ezt ide kell rakni. Igen. Szerintem fordítva. Igen? Vagy tök mindegy? Nem tudom. Mondjuk a maticát nem vettem le róla, de... Úristen, ez még nekem is tetszik. Azt mondja, hogy kell hozzá. Ja, lehet, hogy elem kell hozzá? Nem, USB-s. USB-s? Igen. Ha mindjárt beüzemeljük akkor. És a távirányítóval tudsz szint meg bekapcsolni. Igen? Igen. Azt rád bízom, mert annyira ez elektromos dolgokhoz... Figyelj, szerintem ezt a matricát vedd le róla, kicsim. Igen? Igen. Ezt leszabad venni? Hát miért ne? Hát persze. De biztos? Hát... Az... Figyelj, én nem nagyon tudom ezt levenni, mert olyan jó rá van ragasztva. Pedig le kell. Valami van ott, várj egy picit. Nem tudom elolvasni, mert nem magyarul van, de figyelj, próbáljuk így ki, addig nem rontjuk el, jó? Jó. Most azt kell megnézned, hogy ugye ezeket hogy kell összerakni. Hát ezt ugye. Akkor ezt lehet erről szedni, igaz? Azt lehet. Igen. De belerakjuk. Csak a John Deere, gyerekek, csak a John Deere. Na, nézzétek csak. És itt van egy hosszabbítónk, azt szépen összedugod. Ne, hát dugd be! Nem? Oda hátra kell. Igen. Az igazság, hogy teljesen jó a szemem. Oly. Ha mehet bele. Igen. Oly, és itt kapcsolod be. Gondolom kell, hogy a távirányító, nem? Azt a mindenit! Várja, fordítva kell.
Igen. Le kell venni a matricát róla. Leveszik a matricát róla. Igen, és tudod majd váltogatni a színét. Mondjuk azt még ráér, de a matricát tényleg le kell venni és róla. És hogyha még egyszer megnyomom, akkor zöld. Hát a legjobb ez a zöld, ez a szín. Meg van lila. És erre kell majd ráadni. Sziasztok! Ahogy látjátok... Hello! Ahogy látjátok, most Attila indítja a kombányt, fölakasztjuk a kukoricaadaptert, és megnézzük, hogy milyenek a szárdúzókések, mert ha minden igaz, holnap vagy holnap után megyünk. Holnap vagy holnap után megyünk aratni. Késeket meg szeretné nézni. Na kiálltunk, de mondtam Attilának, hogy indítsa el az asztalt. Most indítja. És most kezdett fel elindulni. Jó. Tehát nem változott semmi, hogy átraktuk a szelepet. Mondtam neki, csináljunk már egy próbát azért. Szerintem egy kicsit sréhem van. Aha. Egy, jó. Jó. Hát. És sikerült. Azért ez a kiállás nem volt egy egyszerű. Mert nem látom a végét, tudod, és nem látom, hogy... Igen. Hosszú, és ugye a harrébb lenne a kapu, akkor jobb lenne, de... Kicsi az udvar. Van, akkor már jó, mert előre megyek és falra kitolatok. Igen. De így nem tudom alá kapni a hátulját, mert lekaszál minden. Menjél be fele? Menjél be fele? Nem akarom, hogy kiszokjon. Menjél be fele? Gyorsan! Menjél be fele! Menjél be fele! Gyorsan! Menjél köszön le az anyád úr. Úr is nem is. Úgy. Kis manó. Kis hiszti manó. Na menjél be. Úgy. Igen, mert most nem tudja hol a kapu. Menjél be fele. Menjél be fele. Nem akarok szögdöses kutyát. Jó ez a terület is, amilyen. Csak ugye itt nincs körbekerítve. Amúgy mehetne. Egyik gardan. Nagyon szépen lassan indítja. Igen, majd mindjárt kiderül. Ja, egyben meg is akarod asztallal is hajtatni? Meg. Húha. És hol szeretnéd a késeket megnézni, cserélni vissza? Állunk? Vagy itt kint? Itt kint is lehet? Nyugodtan. Jó. Azt ott benyomod? A stiftet? Be.
Nehogy kirászkódjon, azt elhagyjuk. Akkor most biztos, hogy rajta van? Igen. Ezen nincs ilyen kis pöcök, ami kiugrik a... Nincs. Nincs. Menjél befele? Menjél befele? Menj befele? Befele? Hát én nem mozolja a kukoricát a kacsáknak. Na, akkor most indítasz, próbálsz? Mit hagy csak le? Ja, igen. Jó, igen, mert nem állok a gép elé, én a gép mellé fogok állni. Ezt úgy is meglátjuk, amikor elindul, mert ugye ez is pörög. Nem is tudom, hova lennie jó állni ilyenkor, hogy... Ide állok a kis belázóhoz. Inkább nagyítok. Most kapcsolta be. Ó, teljesen jó. Nagyon jó. Figyelem. Most kapcsolta be. Majd örülök neki. Jaj, közben a kiskutyát figyelnem kell, mert még butus. Mondjuk elég okos, mert nézzétek meg, ott áll az anyjával. Jaj, persze jönk az anyja. Korbi! 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 Majd meg! Jó, mehetsz! Beállsz! Ahogy beállsz! Akkor várjál. Egyné. Meg ezt is, mert ez fordulásnál sokat számít. Egyné. Nos, még se állsz be? Ha? Egyik percben azt mondja, beáll, a másik percben azt mondja, hát még se állok be, mert úgy ki kell próbálni még. Jaj. Remélem látja a csondért. Rozikám, te meg mit tanítasz a kölködnek? Hogy a kombány kereke alatt kell elmenni. Na, bezárom a kaput, mert állandóan belógnak, mint hogyha ott más lenne. Vagyis legalább behajtom. Nagyon jól indul. Aha. Mi van, bulkók? Nagyon jól indul. Na és most hol vagy, kicsim? Na, nézem az árnyékot. Innen jön az árnyék. Kacsa, úgy tetszett fölfel a kukoricát előttem, hogy nehogy valaki elrabolja előtt. Nehogy tedd meg hamarabb, igaz? Na, szóval a százúzó késeket akarom megnézni, hogy milyenek.
Mondom őszintén, hogy... Az egyikből mondtad, hogy ki van törve egy darab. Azt mondta a barátom, hogy én ezt a megforgatom. Ebből van kitörve. Igen. Ha megforgatnám, jobb lenne, azt mondta. Csak ugye... Megnézzük mindjárt azokat a késeket, amik nekem vannak. De igazából szerintem... Igen, abból ki van törve egy darab. De azt mondta, hogy azt mindenféleképpen mind a kettőt cserélni kell, mert ugye ott már tudom, nem olyan. Valamit elkaphatott. Uh-huh. Valamikor, régen. Abból is ki van törve? Ebből nincs. Nincs. Azon gondolkozom, hogy ezeket nem lehet megforgatni. Na biztos meg lehet, mert most így van, és akkor berakod így. És akkor ez lesz fölül. Ugye ez egy picit. Ahhoz képest ugye már, ha folyna valahol az olaj, már látnánk, mert ugye 5 hektárt azért levágott. Igen. Ugye már könnyezne az olaj, de sehol sem. Igen. Hál' Istennek. Hát. Úgyhogy... Azon gondolkodom, hogy ki kéne hoznom a... Ki kéne hoznom azt a kés tartója, a kulcsot, és akkor lekapnám két kés, megnézni, hogy mi a helyet. Jó. Leáramtalanítom. Na, tök jó, nem folyik sehol semmi. Nincs olajfolyás sehol. Úgyhogy teljesen jól megcsinálta Attila. Mi van, hápikák? Igen? Úgy döntöttem, hogy kiütöd a kapus, megfordulok és odaállok szembe. Uh-huh, jó. 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 Rendben, megbeszéltük. Föl van, én fölhajtottam. De akkor most akkor áramtalaníts vissza. Na, ezt mondtam. Egyik egyszer már beállt, félig, utána kiállt, most megint beáll. Tehát... Nála percről-percről változnak a dolgok. Gyerekkor mi? Ül? Okos, ül. Jó van. Mindenki itt van. Mindenki itt van, aki számít, igaz? Gyere ide, gyertek ide. Jó van, kicsi. Be. A gurura szerszámos láda. Mert igényelték, ha most kihúzom, jó? Most kihúzod? Igen. Most azért képes vagy róla lepakolni? Igen, mindent, bármit. Ajjaj. Egyébként is le kell lepakolni. Figyeljetek ezt a gyors takarítást. Nem gyors takarítás, csak ugye tele van a teteje. Igen. Egy gyors rendrakás. Mindent egy helybe bele. Na, szerintem az már teljesen jó. Azt mondta valaki, hogy minimum. De gondolom azért mondták, hogy ne én rohangáljak annyit. Mit? Gondolom azért írták, mert látták, hogy én rohangálok annyit. Igen? Látták? Ha?
Na, itt kinyitod? Vagy mit csinálunk? A nagy kalapásot keresem. Hol van a nagy kalapás? Hozd meg ide légy, és hova szoktam kitámogatni. A Samuval? A Samuval. A Samuval. Jó. A Samcival. Gyerekek, gondolt, komolyan gondoltátok ezt? Szegény sérvet kap. Na! Itt a guruló szerszámkocsi. Te figyelj már, ilyet kerestél. És én van is rajta. Igen? Így van itt minden. Még halott német katona is lehet. Ezt a klasszis penge dobozt, ezt kidobhatod. Hozom a szerszámot. Igen, és megvannak a pengék. Pengékben ott van a fedd a másikban. Te figyelj már! Igen? Indítsd már el az öcsinek a motorját. Most már több mint két hete nem volt elindítva. Igen? Elindul egyáltalán? Szerintem el. A tolom biztos, várja, hol van, nincs csak. Hú, te, nem az én életem ez. Pedig te is mentél vele, nézzük már meg, hogy elindul-e. Mondjuk papírban nem olyan túl jó elveszúgni. De már kutyák föl vannak készülve. Így van nyitva a benzincsap? Én nem tudom, hogy van nyitva a benzincsap. Rozi! Kormi, legalább te ne legyél ilyen butus, hogy ugat. Nem bánt a motor. Hagyjuk. Majd a gyerek próbálkozik. Jó van, indulna. Az a lényeg. Hogy már leizzadtam te. Na látom rajtad. Mondanom, mert még itt elbömbölteti. Csak kíváncsi voltam beindulni, mert már lassan három hete nem motorozott a gyerek. Na. Igen, mert a szivatója nem maradt fönt, és azért nem tudta Attila most elindítani, mert láttátok, ahogy megfogta, és fönt tartotta a szivatóját. Egyből indult. Egyből indult. A kezedet tedd oda, nehogy úgy járjál, mint a nó. Hittem, hogy az pedig úgy jön. Mert hozhatom a pálinkát. Ha Jani barátomat át kell hívni, akkor... Figyelj! Igen. Valami kis kalapács. Nem az, hanem a anyag kéne. Most csak egyet teszel le.
ide az a traktorból a... Mit? Kalapát? Igen. Megnézik a csavarokat. Addig én megnézem, hova raktam a többi zúzókést. Sincsenek, vehetünk újat. Mondjuk biztos, hogy megvan. Hogy jó, ami megvan zúzókéssel, az jó erre. Megvan a kalapát? Igen. Az megvan. Be lesz egy persé. Hú, perséje van törve. Hoppá, az frankó. Most vagyunk bajban, gyerekek. Nem kicsit vagyunk bajban, nagyon. Ilyenkor van az, hogy kár volt szétszedni? Nem az ütésre törik el? Nem. Nem. Ilyennek kell adni. Mutasd. Aha. Jó vaskos a látét. Igen. És ilyen persejt lehet valahol venni? Valahol lehet. Most már csak egyben bízhatunk, hogy holnap nem kell menni arra. Kell menni arra, mert nem mondom meg, hogy fogom megcsinálni. A zúzókést kéne. Mert a fel is ilyen volt valamikor. Megkeresek. Hát én nem keresem, mert én nem tudom, hogy te hova teszed az ilyen dolgaidat. Nem. Az előbb még nagyon biztos voltál benne, hogy hol vannak. Igen, de nincsenek felakasztva a szegre. Aha. Megtaláltuk a százúzó késeket. Pont jó bele a perse. A méret ugyanaz. Uh-huh. Itt van rajta egy cikszem. Azon nincs cikszem, de ott a cikszem rajta. És csak meg. Igen. Aha. Hozzak? Kéne egy drótkefe. Hozom. Na itt a drótkefé, gyere. Megnézzük. Dominóni. Ez még eredeti. Azt mondjuk neki. Aha, ott van rajta a cikszem. Uh-huh. Hát most... Két lehetőség van. Hát ahhoz, hogy rendeljük. Vagy megforgassuk. Ez a fele meg teljesen tökéletes. Van neked az a digitális mérleged? Meg kéne mérni, hogy mennyi szerintem súlya. Szerintem kint. Hát ott van fönt, kint is. Ott de, fönt. Jó, tudom. De... Jó, vigyázz egy picit. Figyelj, a szobamérleg az nem jó. Ez jó az a mérleg? Szerintem jó, csak a keltetőgépet nehogy leverjük. Jó. Levettük az 1000 éve nem használt mérlegünket. Ezt egy évben egyszer használjuk disznóvágáskor, az, és a, utána itt porosodik. Úgy. Úgy, és van ott, hogy... Egy picit.
Jó. Ha már kinullázódik, akkor jó. Most már csak a késeket kell behozni. Igen. Jó lesz? Jó. Na, mehet, teheted az egyiket. Ez 500. Vagy hogy van? 54 deka. Igen. És a másik? Várjál, hagyd nullázódja le. Jó, mehet. 54 deka. Jó. Ez a lényeg. Ez nem számít, hogy ezt kérdik. Az 5 grammal nehezebb az egyik, az utolsó. 5 gramm az nem fog itt számítani. Nem? Jó. Oké. Akkor megfordítod. De a cikk számot én lefotózom, jó? Jó. Köszönöm. Nem, 19, 99, 86. Teljesen jól látható. Jó, azt mondja, hogy azon kell gondolkodni. Igen, azért nem meri Attila az ujjat belerakni. Mert figyeljétek. Ennyivel rövidebb. Le kéne vennem a gardánt, hogy forduljon. Merre fordulna? Arrafele? Nem tudom. Mutasd! Hogy hátrafele. Ez errefele kell, akkor így kell felraknom. Hozd ide az egyik perselyt. A jó perselyt. Tessék, gondolom kell a csavar is, ugye? Csavar a láté. De mindjárt megnézem a csavarokat is, milyen állapotúak. Tessék, ott a persely. Mondjuk abban már érdekes, mert úgymond ki van oválisodva egy kicsit ez a... Mi? Mi van ki oválisodva itt? Hát az, hogy mozog benne ezt? A persely. Így van. Jó, hát most... Ezt ti más néven szoktátok mondani, de ha én mondom, akkor... Lóg. Valamennyit lóg, de nem a világ... Hát nem egy olyan húha, mennyit lóg. A Jani barátom mondaná, hogy van, de lóg. Tessék, itt van a látét, meg a... Vaj, egy picit. Most előrefele kell legyen a pengés része, vagy hátrafele? Aha, akkor fordítva raktam most be. Így kell berakni. Kell rendelnem hozzá új persőt. Várjál, húzd, az tároló. Úgy. Tessék. Itt az alátétje. Na és most a másikkal? Most nem húzom meg, mert a másikkal együtt kell, mert akkor meg ezt széthúzzuk. Na, hát megmondom, vigyázz a fejedre. Hogy ilyet kell keresnem. Csak ennyi fele van törve, nem is olyan vészes. Amennyi... Attila közben megforgatja a többi kést is. És szerintem ma van, milyen nap van, a szerda? 27-e. Szerintem ma még... Följön az axiát. Hát nem az axiát kell, hát hogyha dominóni van rajta, akkor a dominóninál kéne az, melyik cég az, ami ezt forgalmazza. Mindjárt meg nem tudom. Teljesen jó. Ez most meg van forgatva, ez biztos, hogy ő most fogja vinni dobaratva. Mondjuk utána, hogy lelenőrzem ezt.
Hát azért egy 10 kés biztos rendelnék rá. Sikeresen lejött. Ilyen szuper, hogy egyből lejön. Egy perce van. Elmenve eddig. Egy perce van, addig eltörve. Jó, hát mindig ki fogjuk cserélni. Igen? Ezt nem mondtad. Leszégesél, hogy mi a véleményed a horvát gazdaságról megkérdezték. Horvát gazdaságról mi a véleményed? Dolgoznak ők is. Tehát ügyesek. Tehát megjavítanak mindent. Olyan húzó csapat az is. Hát a fia, meg az apuka, meg a anyuka, legalábbis én három szemét láttam eddig. Egész ügyesen megjavítgatták a gépeket. Ügyesek. Anya, hány óra van már? Nem tudom, kicsi. Nem tudod? Sikerült levennem az anyát, hogy nem akartam.
Na szóval az a lényeg, hogy ezeket most kénytelen vagyok megforgatni, mert valószínű holnap kell mennünk aratni. Gondolom még azt a... Olyan 20 hektár lenne, ami SOS. Amit ki kéne, hogy bírjon. Hát ki fogja bírni. De... Akkor nincs más. Csinálok én hozzá egyet. Gerkert. Gerkertbe nem lehet kapni. Nem tudom. Megnézzük. De majd mindjárt telefonálok. Jó, de tudod, hogy az sem egy két nap. Tudom. Majd mindjárt megrendelem. Benne hagytam az anyát, jó. De hát nem is hiszem el, hogy én ezt már egyszer fölütöttem. Azért, mondom, mi lett ezzel, hogy ilyen érdekesen megnyílt. Ad ide ezt a gépet. Beleraktad a kút, csavart, fog meg? Igen. Fog meg ezt a gépet most. Kéne egy minta. Ez lesz a minta, jó? Jó, vigyázz! Tudom, nem fogom beverni a fejem. Ez volt az utolsó, ez a minta. Van én nekem ilyenem szerintem? Hát én most kerestem és nem találtam. Pedig én is úgy emlékszem, mintha láttam volna valahol. De hát amikor kell, akkor biztos, hogy nem találjuk meg. Aztán van minden minta. Bucsuga. Hát azt nem tudom. Hát én is abba kerestem. Nem. Most mit mérsz? Mekkora lukka van? 30-as lukka van. Ez is. És most kit hívsz? Hát most... Vasműszaki boltban nem lehet ilyet kapni, gondolom. Ilyet? Hát igen, olyat. A Gerkerbe? Én nem tudom, ez végül is, ez egy persely. Hát jó, de nem hiszem, hogy ilyen persejet árulnának. Mikor kell menni az öcsi? Ócsán? Nem tudom. Be kell mennem, meg kell nézni. Hány órája van, nem tudom. Igen, le akar zuhanni? Hát elég fura hangja van annak a repülőnek, te. Csak ne ide zuhanjon! Sehova ne zuhanjon, nem ide, sehova. Na, őszintén ilyen gépet ritkán látok. Elég furcsa hangja volt. Hát olyan, mintha gázt adott volna neki. Hiba elhárítva, barátom. Ja? Jó. Na. Ócsán? Hát most ülő axia. Nem tudok más mondani erre. Tehát hol lesz ilyen persely? Hát jó, hát akkor próbáld meg. Hát 30-as persely? 30-as persely, megmérem milyen lukka, milyen vastagsággal. Megjöttünk az axiától. Attila vett ebbe az eltört persely helyére egy másik persejt, már visszarakta, de fogunk venni az eredet, meg fogjuk venni az eredeti persejét is, mert ez is jó, de ami eredeti, az eredeti, úgyhogy egy a gigafarmtól fogunk rendelni majd persejeket még.
már beszéltünk velük, de most erre jó lesz, mert passzol meg minden ugyanaz, de ami eredeti, az eredeti. Mehet szívem! Ülj le! Ül! Ül! Nem, ül! Okos! Most fogjuk felönteni teljesen a lindéjét HLP 46-os olajjal. Csak éppen konzultáltunk Attilával, hogy hogy kell állnia az asztalnak, hogy ott fönt az olaj jó legyen, mert egyszer jártunk úgy, nem is tudom melyik kombánynál, hogy fölöntöttük az olajat, Attila megemelte az asztalt, vagy letette az asztalt, nem tudom, és én úgy tudom, hogy és emelt állapotba, most visszanyomtuk az olajat a tarlányba. Igen, igen, és ugye ott fölül kinyomta nekünk hát azt az olaj mennyiséget, ami ugye fölöslegesen lett beleöntve. Nem ennél a kombájnál volt? Nem ennél volt, nem tudom most, vagy azt hiszem a 68-asnál volt. Azt hiszem a 68-asnál volt, úgyhogy az előbb azt mondta Attila, hogy fölemelt állapotba kell lenni az asztalnak, de mondtam neki, hogy szerintem akkor, ha fölemelt állapotban van, akkor én szerintem a tartályból csökken az olajszint, és amikor leteszi az asztalt, szerintem akkor nyomja vissza a tartályba az olajszintet, úgyhogy most ez az én ötletem volt, hogy tegyük le az asztalt, és majd meglátjuk, hogyha felemeli, hogy meddig lesz, hogy lesz. Remélem nem nyomja ki. Nem, annyi mind nem lesz. Mert ugye azt a fölösleget, amit elhasználtunk, csak minimum is van. Hát a minimum és a maximum közé öntse, de a maximum alatt legyen bőven, mert legyen még hova tágulnia, hogyha nem jól mondtam. Hát csak nem szeretném, hogyha kijönne az olaj. Jó lesz először, szerintem nézzük meg, mit csináltunk, jó? Na, hogy... Jó. Öntöttünk bele plusz 2 liter. Plusz 2 litert, meg még 10 litert öntöttünk vissza. Akkor 12 liter, meg ami még volt benne. Azt nem tudod, hogy hány literes a... A minimum és a maximum között van pont. Aha, minimum, maximum között. Hány literes? Hát a katalógusban van, nem tudom. Aha. Nem folyt ki, csak... Tisztára. Hát úgy néz ki, hogy holnap nem kell mennünk aratni. Tehát ez 28-ai napra vonatkozik, hogy mivel ma 27-e van, hogy holnap eddig úgy néz ki, hogy nem kell mennünk aratni, mert még nem kapták meg a toxinnak az eredményét, a kukoricának, hogy mekkora a toxin szintje. Úgyhogy most várunk mi is. Koszmanó! Gyere, hozd fel a kamerát, mutasd meg a motort! Hú, figyelj, szerintem én ezt odaadom inkább neked. Igen. Így van, odaadom ezt a selfie botot, és akkor te tudod becsukni, kinyitni, ahogy gondolod. Hát aki kíváncsi rá, annak megmutatom. Ilyen motor van benne. Ez a Mercedes. Ez itt a Hydra és a Linde tartály, hidrolika és a lindeolaj tartály. Úgyhogy ez itt a hidrolika szivattyú, klímaszivattyú. Úgyhogy, hát nem lett lefújva a motor, tehát ez a motor, ez ilyen munka után. Így néz ki. Úgyhogy most megnézzük mindjárt, hogy... Galambokat kerget. És ilyen a... Mindig rakok az ülésre egy kis fóliát, rongyot magamnak, ne legyen koszos az ülés. Úgyhogy
Igen. Volt, aki azt mondta, hogy szeretné a gép belsejét látni. Hát itt van. Végigmutatom. Nem lóg sehol a kárpit. Nem koszos. Ilyen. Hát ilyen. De egyébként megmutatom az ülést is, tehát nem szakadt az ülés. Nem azért van rajta, mert van, aki azért takarja le, mert már össze-vissza rágta az egér, vagy akármi. Nem. Úgyhogy ilyen. Visszaadom anyának. És akkor csinálunk egy próbaemelést. Igen. Csinálni kell, hogy lássuk, hogy folyik-e az olaj, vagy nem folyik az olaj. Nem fog folyni? Jó van. Akkor jól sandítottam én, hogy ez nagyjából hogy működhet. Annyira nagyon picikét még rakni kell benne, mert ugye az se jó, hogyha nagyon kevés van benne, mert ezt kiöntöm belőle, az alját soha nem mentem bele. Kiöntem a szemetesbe. A ház őrzői, a vérebek. Vá. Ahhoz képest, hogy Mudika a kicsinek az apja, elég nagyok a lábak, és most már a göndör szőr is kezd elmúlni. Jó, mondjuk most megdögönyözték a nagyok. Megdögönyöztek meg. És elmúlik a göndör szőrzete. Mi reggel meg úgy kelt föl, hogy állt a füle. Igaz? Mondtam neki, ha föláll a füled, akkor úgy fog kinézni, mint egy fekete német juhász, igaz? Igaz. És kis okosom. Okos vagy? Okos. De az az ujjam, és imád harapni, és ilyenkor meg tudom nyúzni. Mi a nagymama? Attila szerválja az olajat. Van egy 60 literes. Vagyis vett egy 60 literes kannával. És akkor abból ő szépen leszedi. Van az öntőkével önteni. Jó van. Megcsinálom én ezzel üveggel. Jó van. Föladjam? Leleboruljon. Nem. 8-7-esen akkora, mint a Jack Russell-em. Beszarok rajta. Ha beszarok rajta, mekkora leszel te? Mekkora leszel te? Az anyád úristenit! Mekkorát harapok? Ah.
Szerintem az egészet ne önts bele. Hogy megfogta a kis genyi az ujjamat. Az még ki van számolva annyira, hogy azért a tágulásra. Mert amikor melegszik az olaj, akkor sokat tágul. De nem öntötted teljesen maximumig. Vagy addig öntötted? Mindjárt kiderül. Ne mosolyogj. Nagyon-nagyon picivel van lejjebb, 2-3 mm-re. Jó. Így marad? Úgy, hát most figyelj, most megint csináljunk egy emelést. Szerintem, nézzük meg, mert azért legalább a minimum alját érje már el az olaj, mikor föl van emelve az asztal. Hát, nem fogja elérni, mert az a két nagy munkahenger anyukám, az fölvesz egy 4-5 liter motorolajat. Milyen két munkahenger? Három munkahengeres. Na hát akkor munkahengerenként minimum 2 liter, 6 liter kirán. Eleve nem érheti el a nívópárca. De figyelj már, igen? Eleve volt a rendszerbe olaj. Neked most csak pótolni kellett, én úgy gondolom. Én meg úgy, jó, megpróbáljuk úgy, hogy te mondod, de én szerintem nem fogja elérni a nívópárca. Felemelem teljesen. Hát nem az egész lett leengedve, hát a rendszerbe... Jó, de... Jó. Nem fogja elérni. Hát meg kell. Valaki kifogó. Nagyon minimálisat ködölt így. Amikor indul? Hát persze, de olyan fekete füstöt nem nyomott egyáltalán. Nem úgy, mint a 208-as? Nem. Hát nem nyom olyan korvot, mint a 208-as új fehértól. Nem, olyat nem nyom, nem. Még le is ütögeti. Nehogy. Nem éri el. Nem éri el. Nem. Mondtam. És ha így öntenél bele? Hogy minimumig legyen? Vagy... Akkor már sok lesz. Nagyon ki kell számolni, mert ha kevés van benne, az is baj, sok van benne, az is baj. Én úgy gondolom. Ne öntsél bele csak 2 decit. Vagy lehet, még annyit se. Jó, elég. Sajnálod? Hát, ha kifolyik, akkor sajnálom, és hogyha a motortér is olyan lesz, azt meg még... Fú, azt nagyon... Elmondhatatlanul sajnálni. Azt nagyon-nagyon, igen. De amikor szedtük szét, emlékszel, amit mondtam? Figyelj, ma voltunk az axiánál. Hagyjál engem most ma az axiállal békén. Na, megnézzük most, jó? De most eléri? Most kéne megnézni, kicsim. Akkor még egyszer elmondom, ha most felemelt állapotba eléri a nívópálcának az alját, akkor leengedett állapotba túljon a maximum fölé az olajszint. Aha, jó. Hát ez az olajtartály maximum 10-12 literes, és a két munkaenger minimum felvesz 6 litert. És ugye ez a nívópálca maximum idáig ér le, az a felénél följebb ér, eleve nem érheti el. Aha, jó. Szerintem úgy van kitalálva, hogy maximum önteted olajjal. Igen. És most nem tudjuk, hogy a kis hidrolik olajtartály van rajta, vagy a nagy. Mivel, hogy 3 munkahenger van, mert gyárilag, elmondom, 2 munkahengerre van, akkor kis hidrolik olajtartálya van szerelve. Ha 3 munkahenger van rajta, én így tudom, akkor nagy hidrolik olajtartálya. De én úgy gondolom, hogy ez a hidrolik olajtartály a nagy hidrolik olajtartály. Jó. Tehát nem lesz kevés az olaj, ami belül. Jó, rendben. Legyen úgy, drágám. A hengernek kevés a kis hidrolik olajtartály. Jó. Most maximum fölött lesz. De amíg nem jön ki, addig tökéletes. Addig, amíg nem jön ki, addig tökéletes. Csak ugye azt rá kell számolni, hogy amikor dolgozom, melegszik a hidrolik olaj,
Ja, és tágul. Jó, értem. Fölötte vagyunk. Mennyivel? Nagyon picivel. Jó, akkor így marad. Szerintem is ez így jó lesz. Mert még most bekötöm a másik hidrolikát is. Az is fölvesz egy kis olajat. Úgyhogy én szerintem ez így tökéletes. Nem tudom, útban lesz nekünk itt éjszaka ez a gép? Nekem nem, ha használjuk az első kaput. Tessék? Használjuk az első kaput. Nekem hát nincs... Azért, mert holnap akkor kifújnám a hűtőt. Nekem beállt nincs útba. Egyébként figyelj, beállhatjuk fel oda a helyét. De nem kell, hagyjad. Nem mond esőt. Teljesen jó helyen van most itt. Mindjárt átgondolom én. Igen. Akkor abból beállás lesz. Igen, jól mondom. Azt szeretem mellett, hogy mindenhez értek. De hogy értek én mindenhez? Akkor úgy mondom, mindenhez hozzá tudsz szólni. Nem. Nem? Nem. Úgy látom, Attila teljesen összeszerel most már. Nem bízza a véletlenre, ha menni kell. Ha menni kell, menni kell. Akkor menni kell. Harc, hát harc. Ez nagyon olcsó volt, nem mondom el az árát, 3000 forint volt egy darab, mint a heroin, olyan drága. Igen, de amikor én megláttam a csomagban, én egyből mondtam, hogy ez kicsi lesz. De kell, mert belemegy a dzsúva, leakasztjuk az asztalt, itt áll porba, piszokba, fúj a szél, bármi. Nem akartam, hogy belemenjen ez a rengeteg dzsúva. Tehát belekerül a hidrolika olajrendszerbe, hidrolika rendszerbe. Nem hiányzik az. Tényleg kicsi. Nem mondtam, hogy kicsi. Pont jó. De hogy jó. Csak figyelj! Én azt múltkor elraktam, ezt? Igen, nehogy bekapja az izé. Ez? Hát ez nem forog, ideig forog hát csak. Hát jó, de mindegy, én oda beljebb raktam. Jó. Még valami? Van? Mit szeretném még csinálni? Az ebédes edény itt van. Ide kell belerakni az ebédet, látod? Én mi van benne? Semmi, hát üres. A dugilóvét. Az volna a legkevesebb. Na, beállsz, hogy beálljak? Hát... Jó, beállok. Kompresszor mellé úgy próbálj meg beereszteni, jó? Uh-huh. Nézzék, ennek a teteje is, hogy megadta magát a napon, oda néz. Látod ezt? Látom, de ez eleve el volt törve, úgyhogy ilyet... Ez így nem volt eltörve. Hagyd így, mert így még nem megy bele a dzsúva. Figyelj, nem szoktam hozzányúlni. Úgyis rendelünk eredeti speciális. Szerintem elmegyünk személyesen. Nézd meg. Jó, hát... Igen. Vagy ki lesz? Igen. Még jó, jó, még jó, hogy azonos. Foga, aztán kész. Na. Na, gyere. Hát itt kell mennem egy picit, lehet, hogy ki kell nyitni az ajtót. Jó. Jó? Jó. Akkor beállunk a helyére. Jó. Nem tudja, mi még a házire. Igaz? Jó van, jó van. Puszi, puszi. Nézi a kamerát, hogy mi van a kezembe. Na, én azt nézem, hogy a kábel az jó. Teljesen jó. Jó van. Hát, fiúk, lányok, ez volt a mai nap. Jó dologgal kezdődött,
apának a meglepetéssel, kis szereléssel a végén. Igen. Úgyhogy most megyünk és etetjük az állatokat. Jaj, bizonyám. Úgyhogy sziasztok! Hello!